nem lehet elég korán elkezdeni a szemléletformálást. Ennek jegyében hirdet rajzpályázatot a megyei önkormányzat egy vásáros naménye a közös konzorciumban. A projekt így a verseny témája is az energiahatékonyság és az energiatakarékosság. Az óvodás és általános iskolás korúak rajzait, festményeit május 10-éig várják. Azt reméljük, hogy minél több gyermek, minél több fiatal bekapcsolódik ebbe a kampányba, eredményhirdetések lesznek, sajtó megjelenések lesznek, workshopok lesznek a pályázat keretében, és ezzel azt a célt akarjuk elérni, hogy egyrészt a hulladék mennyisége, lerakott hulladék mennyisége minél kevesebb legyen, illetve az energiafelhasználásunk minél tudatosabb legyen, minél takarékosabban bánjunk a felhasznált energiával, illetve arra ösztönözzük az embereket, önkormányzatokat, hogy minél inkább környezetbarát, energiatakarékos megoldásokban gondolkodjanak. Erre több pályázati lehetőség is volt, emellett egyre olcsóbbak a napelemek, napkollektorok. Ezeket és a hasonló zöld megoldásokat, úgy mint a környezetbarát közlekedési eszközöket, az ökoépítészetet és a geotermikus energiát népszerűsítik. Az idén a szokottnál korábbra került, június közepi zoárnapi sokadalom keretében Vásárosnaményban. Az egészséges élelmiszerek kapcsán fölhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy azokat a termékeket, gyümölcsöt, zöldséget hasznosítsák, amely általuk megtermelt lehetőség szerint bioélelmiszerek. Ugyanakkor arra is ügyelnünk kell, hogy a zoárnapi sokadalom helyszíne nem más, mint ugye híd, hagyomány és szórakozás között a Krasznaparton, tehát ügyeljünk oda a folyóinkra, a víz tisztaságára, hiszen tudjuk azt, hogy ennek az évszázadnak, ennek az évezrednek a legfontosabb eleme és a vegyülete a víz. A 4,2 millió forintos kehopos forrásból megvalósuló projekt célja, hogy a kicsiktől a legidősebbekig minél többen találkozhassanak ezekkel a lehetőségekkel és megoldásokkal, illetve hogy megváltoztassák az ezekkel kapcsolatos berögződéseiket. Tudatosítanák bennük a fenntarthatóság értékrendjét és a jelenlegi fogyasztási szokások környezeti hatásait.